Sziasztok! Ez itt újra a Játékok a polcról. A mai adásban Power of the Force Star Wars figurákkal fogok foglalkozni. Félmilliómodik alkalommal, ugye már itt is nagyon-nagyon szűkül a roster, tehát szinte alig van olyan cucc, amit összetudok kaparni a következő videókba. És hát az a helyzet, hogy egy kicsit most rosszul is jártam, meg el is számoltam magamat. Úgyhogy ez a mai videó, ez különösen szedett-vedetre sikerült, mert volt, amit elcsesztem, volt egyszerűen meg olyat, amit nem sikerült a terveim ellenére végrehajtanom. Na de, kezdjünk is bele. Ma összességében 4 figura lesz, ami hát a gyakorlatban inkább 3 figurát jelent. Az első az legyen az egyetlen mai teljes és normális dolgunk. Az Ishi Tib 1998-ból. Amiatt szerintem egy nagyon-nagyon jól sikerült figura. Tényleg szinte a legjobb része ez az időszak volt ennek a Power of the Force sorozatnak, tehát ez a 97-es, 98-as roster, ez szerintem különösen jó széria volt, mert egy csomó-csomó olyan karaktert is kiadtak, akit előtte még nem, és akivel előtte egyáltalán nem foglalkozott se a Hasbro, se korábban a Kenner. Na most ki ez az Ishi Tib? Hát nem tudom, hogy mennyire ismerős, mert a Jedi visszatérben ő ugye csak egy nagyon-nagyon picike szerepet kapott. Gyakorlatilag az Endor támadás előtti eligazítási jelenetben látható. Ő ott van azon a képen, Ishi Tib tisztán látszik, hogyha valakinek van kedve megkeresni. De egyébként, hogyha nagyon-nagyon pontosan meg szeretném határozni, hogy hol van, akkor most hirtelen nem is tudom meghatározni, mert nem láttam, tehát dumsztom sincs, de elméletileg ugye az Endor támadás előtti eligazításos jelenetben volt ő látható. Szerintem egy különösen szépen megformázott figuráról van szó, nagyon jól sikerült ez a fej, nagyon jól sikerült és szépen kidolgozott lett ez a köpeny, amit egyébként le lehet róla venni, hogyha valaki szeretne, de Isten igazából sok értelme nincsen. Ez is ilyen rugalmas, de azért picit merevebb, ilyen gumiszerű műanyagból lett megformázva. A festése az nagyon szép, kifejezetten élőnek tűnik a lénynek a feje, tehát nem csak egyfajta zöldet használtak, hanem vannak világosabb, meg sötét részek. És annak ellenére, hogy ő ugye egy ilyen lázadó tiszt, hát azért szigorúan néz, tehát nem lehet azt mondani, hogy olyan kifejezetten kedves és csábos arc kifejezése lenne, de valamilyen szinten pont ez tetszik nekem ebbe a figurába. Jól áll a lábán, jól néz ki, nem is annyira gyakori figura. Ugye kiegészítőnek még egy ilyen blastert kapott, egy ilyen rettenetesen hülye alakú blastert, ami a gyakorlatban inkább ilyen kis puskának tűnik. Nagyon-nagyon nyomorékul néz ki. Ezek azok a kiegészítők, amiket ugye a Kenner Hasbro saját kútfőből talált ki, hogy minden figurának tudjanak adni valami kiegészítőt, de hát ez néha egészen nyomoronc eredményre vezetett, és ezért az ilyen figurák, akiknek alapvetően nem volt fegyverzete a filmben, olyan puskákat, meg pisztolyokat kaptak, amit ugye se előtte, se utána soha nem láttunk a Star Wars-ban, és ezeknek az alakja nem is szokott jól sikerülni általában. Ugye ez egy freeze frame-es kiadás, amit nagyon-nagyon szeretünk. A freeze frame kockán is ugye ugyanez az eligazítási jelenet látható. Lehet, hogy a Kennernél se nagyon akarták itt bekarikázni, hogy a címszereplőnk hol látszódik a képen, ezért így fogták, és egy ilyen nagy zanzásított csoportképet raktak inkább a diakockára, de végül is tök mindegy, legalább adtak hozzá valamit. Milyen áron mozog? Ishi Tib azért a picit húzósabb áru, picit ritkább és picit népszerűbb Power of the Force figurák közé tartozik, nem a legegyszerűbb
a beszerzése. Sokkal kevesebb van belőle a piacon, mint mondjuk egy átlagos, mit tudom én, Dagobalukból, vagy mit tudom én, Bespin Hunt-ból, vagy bármilyen nagyon common cuccból. Tehát ritkább és nehezebb beszerezni, éppen ezért az ára is egy kicsit magasabb. Így bontatlanul olyan 7500 környékén mozog most, tipikusan ilyen 15 euró környéki, 13-15 euró környéki figura ez. Nagyon olcsóbban liciten sem lehet meglőni, legalábbis csak nagyon-nagyon ritkán, és ugye hát nyilván rájön a posta, meg a vám, hogyha van, meg ilyesmi, és ezért azt mondom, hogy így itthon bontatlan olyan 7500 egy ilyen reális ár esetleg érte, bontva inkább olyan 4000 környékét mondanám. Meg is ér annyit, mert egyébként szép figura, és ami különösen érdekes, hogy ezt a karaktert, ezt a későbbiekben nem adták ki semmelyik másik szériában sem, úgyhogy ha valaki mondjuk be akar rendezni egy ilyen Endor briefing jelenetet mondjuk a polcára, akkor kénytelen ezt a figurát megvenni a Power of the Force-ból hozzá. No, a következő az a 97-es Jabba, ami ugye önmagában nem egy figura, mert ugye ezt ilyen creature pakként adták ki, ahogy egyébként a Jabbákat kiszokták, de egy Jabbát adtak ki, és ugye mellé egy Han Solo-t. És ez az, amivel rohadtul mellé lőttem, mert hogy ehhez a figurához, vagy ehhez a Jabbához ugyan egy olyan Han Solo-t adtak, ami a sima 95-ös normál POTF Han Solo-n alapul, viszont attól egy-két pontban eltér. Konkrétan kettő pontban, más a festése, mint ennek a sima Han-nak, tehát ez a 95-ös sima, ami a kezemben van. Egyrészt más a festése, minden árnyalat más a festése a figurának, és a hátán ide valamiért ilyen redőket formáztak a Jabba mellé kiadottnak. Na most nekem megvolt az a figura, és véletlenül azt adtam el. Úgyhogy tehát ez a Jabba pak, ez most már megvan nekem egy ideje. Mellé volt rakva a Han a dobozomba, és véletlenül nem azt a Hunt raktam mellé, amelyik mellé való, hanem a simát, és a nem simát meg eladtam gyakorlatilag sima Hunt-nak, úgyhogy ezt elcsesztem. Ezt benéztem, néha gyakorlatilag velem is előfordul, úgyhogy most ezért csak egy ilyen sima 95-ös Hunt-nal állok itt gyakorlatilag. Ezt most vettem észre, mondanom se kell, mielőtt elindítottam a videót, úgyhogy egy kicsikét csalódott vagyok, mert a fejembe ez ki volt pipálva, ez a Han Solo figura, hogy na, ez megvan a Jabba is, meg a Han is hozzá, csak pisztoly nincs. Na hát nem, tehát elrontottam. No de, mit érdemes elmondani arról a háról? Mondom, ez a két eltérés van, mások az árnyalatok, illetve picit változtattak a hátának a szkápján, illetve adtak hozzá egy blastert, ami szintén ugyanaz, mint a sima 95-ösé, viszont nem feketét, hanem sötétkéket. Tehát így ilyen eltérések vannak. Amúgy ugyanúgy 5 ponton mozgatható amerikai futballista felépítésű Han Solo-ról van szó. Igazából nem egy nagy truváj, csak idegesít, hogy benéztem. A Jabba az már sokkal érdekesebb, ugye hát ő a fő attrakció. Ugye ezt 97-ben adták ki ezt a csomagot, nagyjából a Special Edition epizód 4-nek a kiadásával egy időben. Ugye a Special Editionben volt az a Jabbás jelenet, amit ugye utólag illesztettek hozzá, illetve hát nem utólag, mert eredetileg amúgy Jabba szerepelt volna az epizód 4-ben, le is forgattak egy jelenetet ugye egy ilyen nagy darab színész fószerrel, viszont utána kivágták belőle, és hát legközelebb Jabba csak ugye a Jedi visszatérbe szerepelt. Aztán ugye 97-ben Lucas úgy gondolta, hogy ott a Special Editionnél már adott a technika ahhoz, hogy hát egy ilyen CGI Jabbát belerakjanak az eredetileg leforgatott találkozási jelenetben, úgyhogy egy ilyen hibrid megoldás született, hogy felhasználták végül is a Special Editionban azt az eredeti jelenetet, csak éppen az emberi színészt azt egy CGI Jabbával pótolták. Úgyhogy ekkor Jabba bekerült az epizód 4-be. Na most az a Jabba az nem volt szép. 97-ben se volt szép, maradjunk annyiban. Az eredeti Jabba, amiről azért tudjuk,
a Return of the Jedi-ban, hogy egy elég bonyolult és drága szerkezet volt, amit ugye több ember működtetett, és emiatt is, meg a felhasznált anyagok miatt is, ugye ilyen nagyon élőnek tűnt a Jedi visszatérben az óriási Jabba. Na hát ehhez képest ez a CGI Jabba, az nem csak hogy sokkal kisebb volt, hanem teljesen máshogy nézett ki, és ez őszintén szóval nekem már akkor sem tetszett. Örültem, hogy belerakták ezt a jelenetet, de későbbiekben ugye még próbáltak rajta a későbbi kiadásokban változtatni. Azt hiszem, hogy a Blu-ray kiadásnál, meg az ilyeneknél ott megint másmilyen CGI Jabbára cserélték le, ami már valamivel jobban nézett ki, meg jobban hasonlított a Return of the Jedi-os Jabbához, de hát az eredmény akkor se lett igazán annyira szívderítő. Tehát abban a jelenetben egyébként minden tök jó, csak Jabba hibázik egy kicsit. De dramaturgiailag van értelme egyébként annak a jelenetnek. De megvoltunk azért gyerekkorunkban nélküle is, Isten igazából. Na, ezzel összefüggésben 97-ben kiadták ezt a Jabbát, és hát ez a Special Edition-ös első küllemén alapul Jabbának, ami jó is, meg nem is. Egyrészt olyan szempontból jó, hogy hát a méretei azok hát lelettek csökkentve egy normál méretű Jabbához képest. Tehát mondjuk a vintage Jabba ennél úgy emlékszem, hogy jóval nagyobb, de most csak azért nem szedem ki a vitrínből. Mindenesetre más a felépítése, mert ugye az így oldal felé megy a farka, tehát így most ezt nem is lehet úgy kihúzni, tehát oldalra néz, ez meg ugye előre felé halad és hátulra van a farka. Sikerült levenniük a Special Edition-ös Jabba kinézetet, annak minden negatívumával, meg hibájával együtt. Végül is ezt plusz pontnak is nevezhetjük, ugyanakkor nekem ebbe a Jabbába több dolog nem tetszik. Egyrészt nem tetszik a rettenetesen fapados festése. Tehát próbáltak alakítani, hogy Jabba élethűbb legyen, ezért itt az előső részét ugye ezzel a bőrszínnel fújták le, a hátulsó részét ezzel a sötét zölddel, és akkor vannak ilyen részek, ahol kvázi átmenet van, és az kicsit olyan sejtelmes, de Isten igazából ezek a színek, ezek nem illenek annyira Jabbához. A vintage Jabba a maga okkersárga mustár színével százszor inkább úgy nézett ki, mint a filmes Jabba, mint ez. Tehát ez alapvetően annyira nekem nem jön be. Továbbá nem jön be ez a rettenetesen tömpe arc kifejezése se. Azért azóta már láttunk egy pár Jabba kiadást, modernebbeket is, és általánosságban azért kijelenthető, hogy Jabbának ezt az ilyen lehúzott szájú, gonosz tekintetű nézését, meg félelmetes arcát, azt azért majdnem mindegyiknél sikerült megcsinálni. Talán a Clone Wars-os volt az, aminél ilyen kicsit ilyen vigyorgósra vették a formáját, de azért általában a Jabbák fejei jók szoktak lenni. Na, ahhoz képest ez úgy néz ki szegényként, mint Németh Szilárd este 9-kor a Pacal Fesztiválon, már elnézést, nem akarok politikát vinni a dolgokba, de ilyen fejet vág szegényként, és ez nem tetszik, tehát ez engem taszít egy kicsit. Továbbá szerintem nem sikerült jól megcsinálni a szemét se, ami a vintage Jabbán gyönyörű szép volt, az ennél eleve ugye kisebbre húzták gyakorlatilag a szembogarát, kevésbé látszik a szem, és csak nagyon-nagyon közelről látszik a pupillája, meg ilyenek, úgyhogy ez se lett annyira élő, mint amennyire amúgy lehetett volna. Egyébként 4 ponton mozog ez a figura, mozgatható a keze, mind a kettő, ugye ki vannak nyújtva a kis ujjai, tehát nem lehet semmilyen kiegészítőt a kezébe adni, meg nem is kapott kiegészítőt. Ugye későbbieknél voltak olyan dzsabbák, aminél adtak hozzá, mint tudom én, például az epizód 1-esnél volt, azt hiszem a szájába rakható, kiköphető valami, meg talán gongot is adtak ahhoz a kiadáshoz, na ennél nincs ilyen. Szóval mozog a két keze, meg mozog a felső teste, és a negyedik mozgatási pontja az gyakorlatilag a farka. Hát nem bírták ki ezt se, hogy ne építsenek bele egy mozgatási mechanizmust, úgyhogy ha ezt a felső testet mozgatod, akkor gyakorlatilag a kis farkát mozgatja. Ugye ez végig kemény műanyagból van, nincsenek igazán puha részei,
A vintage-nél ugye a felső része a figurának az például elég lágy anyagból volt, meg azt hiszem, hogy a farok vége is, illetve más jabbáknál is általában ilyen hibrid megoldást szoktak választani, hogy kemény dolgokat ötvöznek puhább anyagokkal, na hát ez végig kemény, és amint látjátok, ilyen szelvényes felépítésű a farka, belül egy ilyen sinnel kapcsolódik, és hogyha valaki nagyon szét akarja szedni, akkor hát még csavarhelyek is vannak, tehát szét lehet bontani alkatrészekre, ami egyébként jó, mert feltételezi azt, hogy na talán lehet akkor javítani, hogyha ha elromlik. No, hát mennyit ér ez a csúnyácska dzsabba? Annyira egyébként nem sokat, tehát én most hirtelen nem tudok olyan másik dzsabbát megnevezni. Talán az epizód 1-es, ami nagyjából egy árban mozog ezzel, de mondjuk azt, hogy ez a legolcsóbb dzsabba, ami a piacon van. A vintage az drágább, a szagás az drágább, az összes modern kiadás sokkal-sokkal drágább ehhez képest. Ez egy olyan, így bontva csak maga a figura, körülbelül olyan 7000, 6-7000 forint környékén mozog. Hogyha bontatlanul megvan a hánnal együtt az egész csomag, akkor olyan 10-11, valahogy így mozog. És őszintén szólva ennyit is ér, tehát én nem adnék érte többet, hogyha valaki engem kérdez, mert valamivel több ér azért, jó, nem valamivel, hanem lényegesen több ér azért, de sokkal-sokkal jobb dzsabbákat lehet egyébként venni, akkor már sokkal inkább ajánlom a vintage-et, a trónjával, a mindennel együtt, minden szempontból jobb, annak ellenére, hogy régebbi. Na és akkor jöjjön még egy creature, a Ronto, ami hát egy nagyon-nagyon hosszú távú projekt volt már nekem, egy jó ideje, lévén, hogy legalább egy, hát most már lehet, hogy majd egy éve megvan nekem ez a Ronto, és amint látjátok, nagyon-nagyon pöpec állapotban dobozzal, majdnem, hogy bontatlanul, tehát bent a cuccok érintetlenek, föl van ugyanúgy gyári drótozással nyomatva a creature a kartonhoz, ugyanúgy, ahogy a gyubekket mutattam nektek annak idén. Viszont hát probléma, hogy valaki kilopta belőle a Java figurát. Miért is probléma ez? Hát ehhez a Rontóhoz egy egyedi Java figurát adott a Kenner, ami se nem egyezik meg a kisebbik, se a nagyobbik, szintén Power of the Force-ban kiadott Java figurával, egy köztes méret és köztes scarf-t. Tehát gyakorlatilag mind a két figurától teljesen eltér, úgyhogy éppen ezért csak akkor lehet pótolni, hogyha kifejezetten találsz egy olyat, amit úgy magába el akarnak adni. Én úgy gondoltam, hogy ez gyerekjátszma lesz, mindenféle ilyen figurák beszoktak nekem akadni, de nem. Tehát egy éve nem tudtam egy pontosan ugyanilyen Javát venni emberi áron, és most itt az emberi ár alatt azt értem, hogy mondjuk nem ilyen 20.000 forintért, mert ilyen 10.000-ért nyilván találtam Amerikából, óriási postával, nagy vámköltséggel, meg minden, de EU-n belül úgy magában, mit tudom én, hogy azt mondják, hogy mondjuk 10 euró, vagy ilyesmi, úgy nem sikerült vennem, és csomagban se volt sose, mindenféle más javám volt közben, de pont azt nem sikerült kifogni. Úgyhogy én ezt a Rontót annak idején elraktam, hogy na majd akkor mutatom be, hogyha lesz hozzá Java, de én most ezt itt megbontom. Tehát nem várok a továbbiakban, mert ilyen erővel akkor 67 év múlva is lehet, hogy itt fogom őrizgetni. Úgyhogy bontsuk ki. Ugye itt szintén egy 97-es darabról van szó. Ugye a gyubekkel egy időben adták ki, meg a Jabbával, ezek a creature pakkok igazából 96-ban indultak el a Towntownnal, meg ezekkel, és akkor ezt még így 97-98-ban még azért adogattak ki egy-két dolgot hozzá. Többek között ugye a Rontót is, ami hát szintén a Special Editionben szerepelt először, tehát mondhatjuk, hogy egy vadi új creature volt, és egy vadi új lénynek csináltak egy tényleg teljesen új figurát, amit egyébként azóta, hát adtak ki, volt belőle azt hiszem, hogy másik Rontó, de talán, hogyha nem tévedek, akkor az ugyanennek az újra felhasznált változata volt. Amúgy nem számít egy kifejezetten népszerű Star Wars-os creature-nek, nincsen belőle sok figura, és hát nagyobb bacska is egyébként. Hát a dobozt azt
Azért nézzük meg, ugye egy sima kép van, nem ablakos doboz, az egyetlen kis ablak ugye az, az a hely, ahol a, az egyedi Java figurát lehetne látni. Még egy érdekesség ebből a Java figurával kapcsolatosan, hogy onnan lehet rohadt könnyen kiszúrni, hogy melyik Java-ról van szó, hogy ennek a Java figurának a talpán azt hiszem, hogy csak egy standjuk van. Az összes többi meg kettőjük van. És hogyha megnézed és látod, hogy jó, ezen csak egy van, akkor, akkor az nagy valószínűség szerint ez a, ez a Java. No, bontsuk ki. Ugye ez, ez így ilyen formában látszik, ugye ezt itt ki lehet gyakorlatilag hajtogatni, és akkor hát már is felbukkan nekünk a rontónk, ami hát részben oda van drótozva, már egy-kettő ből azért kiszabadult. Most én itt teljesen ki fogom nektek szabadítani. Ha nem kicsik egyébként ez a, ez a lény. Érdekes, hogy ilyen fektetve rakták bele a dobozba, mert hát állítva rohadt sok helyet foglalt volna, gondolom én a játékboltokban. No, kiszabadítottuk. Ezt addig ide szépen. Lerakjuk. Hát nem csodálatos? Egyébként tök jól néz ki. Egy meglehetősen magas és nagyon-nagyon jól kidolgozott creature-ről van szó, ami gyakorlatilag ugyanúgy néz ki, ahogy a filmben látszódott, tehát nem, egy, nem, nem tudok negatív pontot adni neki igazából semmire. A bőrének a kialakítása az, az, az szenzációs, nagyon-nagyon sok ilyen rovátka van benne. Ő is egyébként végig kemény anyagból van, ugyanúgy, mint a Jabba, viszont érzetre teljesen más az anyag, és ez tömör, nem üreges. Vagy legalábbis nem annyira üreges, vastagabb az anyag, úgyhogy annyira nem kopogós a hatása, mint mondjuk ennek a Jabbának. Nem tudom, hogy ez most mennyire volt érzékelhető, de így talán jobban érzékelni. Tehát ez olyan, mint egy üres persely, olyan érzetet kelt a kezedbe, ez meg olyan, mint egy tömör, nehéz valami. Egyébként súlya is van viszonylag komoly. Szép kidolgozású a feje, ugye mozgatni lehet ezeket a kis füleit, vagy nem is tudom milyen része ez gyakorlatilag ennek a lénynek. Mindenesetre aranyos feje van, kicsit ilyen csikócsör ugrott be a Harry Potterből. Van ugye egy ilyen zabla rész itt a szája körül, a száját azt nem lehet kinyitni, viszont ezt a zablát, ezt ugye át lehet gyakorlatilag így valahogy a... Ja nem, ez a... Hogy is van? De elméletileg át lehet ide rakni, igen, valahogy így, és akkor a kezébe lehet adni a figurának, hogy fogja. És ugye itt van egy peg, gyakorlatilag ezen a részen, ezen az ülő részen, és hát itt is ugye egy peg van, azaz abba az egy peg lyukba illik be, amiről előbb beszéltem nektek. Ez nagyon szépen meg van csinálva, gyakorlatilag ez a nyereg rész, szépen kidolgozott itt ezekkel a pakkokkal, meg ilyen kis csomagtartó résszel, meg mindennel együtt, ez szerintem baromi jó. Hát ugye nagyobb figurát azt nem nagyon tudsz ide rakni, illetve hát ide tudsz, csak hülyén néz ki, tehát ez Javákra van méretezve, de hát még azért Hánnál is meg lehet oldani, hogy ide ragd, viszont itt a Hánnál már azért kijön gyakorlatilag az a méretbeli csalás, ami ugye jellemző minden creature-nél általában, hogy bizony azért ennek a filmbeli méreteihez képest a játékváltozat azért jócskán arányosan le van csökkentve, de ezt már korábban megbeszéltük, hogy ez szinte minden creature-nél így van. Megszoktuk, és alapvetően nem probléma, amíg nem megy a részletességnek a rovására. Szóval szép ez a nyeregrész, ezt nem is lehet róla levenni, tehát ez oda van rögzítve gyakorlatilag a sculpthoz ezzel a váz résszel, illetve hát itt van ugye egy ilyen szalagos cucc, ami szintén a sculpt része, tehát igazából ezt se lehet lehámozgatni róla, de ez jól is van így, mert legalább a nyerget azt nem lehet róla elhagyni, bármennyire is szeretné az ember. Ugye még a mozgathatóságáról annyit, hogy ugye ez a felső teste, ez mozog, és azt hiszem, hogy igen, tehát a
belső mozgatási mechanizmusa az ugye ilyen össze hangoltságban van a fej mozgásával, mind a négy lába az mozog, de ugye ez a hátsó láb az, amit hogyha mozgatunk, akkor mozgatja a fejét, illetve gondolom, hogyha a feje mozog, akkor meg a lábával, igen, így vissza lehet izélgetni. Hogy írják ezt pontosan? Csak hogy a szakszerű dolgot. Aha. You can make Ronto rear back to back of Java. Aha. Tehát akkor gyakorlatilag az a trubáj, hogy visszarúg, vagy valami ilyesmi, és akkor ledobja magáról a Java figurát, ami hogyha ugye ebbe kapaszkodik, akkor ugye így tud csüngeni, mint a filmben is, azt hiszem, hogy így volt a Mos Eisley is jelenetben, tehát ezt lehet vele eljátszani. Igazából sok értelme nincsen, de ezt is tudja. Amúgy jó kis cucc, kifejezetten szép creature-nek számít szerintem még itt a Power of the Force-nak a dimenzióján belül is, és ugye nagyon stabilan megáll a lábán, tehát az is nekem tetszik, gyönyörű szép egyenesek a talpának a felületei, hát nyilván ugye standjuk az nincsen, de ezt így lerakod, fönn van a polcon, ez így szenzációs, tehát ez így rendben van. Sajnálom, hogy a Java figurát azt nem sikerült hozzá beszerezni, és már látom lelki szemeim előtt, hogy két hét múlva valami random csomagba tuti be fog akadni, hogy rohadjon meg. No, mindegy, akkor majd maximum utólag megmutatom nektek. Milyen árat képvisel egy ilyen? Hát bár nem számít rohadt ritkának, keresik, és megkérik az árát, hogyha valaki eladja, főleg egy szép állapotú kompletnek. Hát nagyon, főleg, hogyha így dobozzal mindennel van, így azért bontva se nagyon mocorok 20 alatt most már. Sőt, azért inkább ilyen 20-25 környékére szokott fölmászni. És hát a bontatlan példányok azok már adott esetben el tudják érni az ilyen 35, extrém esetben a 40 ezres határt is. Persze ez sok mindenen múlik, mert találni itthon olyat, amit olcsóban adtak el, találni itthon olyat, amit 40-ért adtak el, tehát viszonylag széles mesdjén mozog ennek a cuccnak az ára, viszont nincsen belőle minden nap eladó példány. Tehát amikor valaki elad egyet, akkor azt kell mérlegelni, hogy mennyire kell neked az az adott cuccos, mert lehet, hogy aztán akkor fél évig nem fog senki eladni egy ilyet. Úgyhogy ezeknek igazából ez határozza meg jobban az árát. No, ennyi lett volna mára. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ezen a kis szedett-vedett ratyi össze-vissza Power of the Force-os videón. Ez van, ez most így sikerült. Minden esetre köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. Hogyha tetszett, akkor iratkozzatok fel, lájkoljátok a videót, kommentben mondjátok el a véleményeteket, és tartsatok velem a játékok a polcról.blog.hu-n. Jövő hét szerdán ugyanitt leszek. Szevasztok. Szép szerdán, meg ilyeneket. Csókolom.